2015 nyarán igazolt a Ferencvárostól a Borussia Dortmundhoz a kézilabda kapus Ferenci Anna Mária. A klubnál magyar vezetőedzője van, és két magyar társa is játszik ott. A Leverkusen ellen pedig 17 bravúrral lett a meccs hőse a Bundesliga 7. helyen álló csapatában. A játékost kapcsoljuk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Anna Mari, 2 éve, 2 esztendőt adtál magadnak, hogy teljesítsd, amit Dortmundba érkezésedkor célként kitűztél. Idő arányosan hogy állsz? Részben sikerült elérni a célkitűzéseimet, ezt értem mind a fizikális, mind a mentális fejlődésre, tehát ezen a téren sikerült erősödnöm, valamint a felkészülési tornák során meg tudtam mutatni azt, hogy mire vagyok képes, ezt értem arra, hogy különböző nemzetek csapatai ellen tudjára lépni, azonban a bajnokságban jelen hiányzik a fontos játékidő. Igen, mert tavaly még mindenképpen Clara Woltering számított a csapat első számú kapusának, ez a helyzet azóta sem változott egy jottányit sem? Továbbra is vezető szereppel bír, hiszen megnyerte az év játékosa címet, Németországban, továbbá egy élő legenda és a női kézilabdázás egyik ikonja Németországban, de ez egyértelmű, de szerintem pozitív hatással vagyunk egymásra. Igen, ezt akarom kérdezni, milyen az együttműködés, és hát persze a rivalizálás a világsztárral, és mit tanultál tőle leginkább eddig? Nagyon jó kollegiális kapcsolattal rendelkezünk, tehát a Leverkusen elleni mérkőzés során ugye egy meccsel tiltást kapott, folyamatosan kommunikáltunk a lelátóról, és pozitív tanácsokkal látva, mint továbbá elismeri a teljesítményemet. Nyilván az életkorból adó különbségek során, és az, hogy olyan mennyiségű tapasztalattal nem beszélhetünk teljes mértékben rivalizálásról. Azonban célom az, hogy befogjam őt valamikor, és hogy olyan sikereket érhessek el, amivel ő már meg. Tényleg, amikor legutóbb beszélgettünk, akkor is mesélted, hogy ugye a Borussia Dortmundnál hatalmas nagy klubról van szó, de nálatok a női kézilabdában nem úgy kell elképzelni, mint a magyar női kézilabda NB1-be. Tehát például Clara Woltering is munka mellett kézilabdázik most már. Ez így van változatlanul? Igen, igen. Ettől is függhet az ő sorsa a továbbiakban. Tehát az Egyesület szeretne vele szerződést hosszabbítani. Ez attól függ, hogy a családi farmon hogy tudja ellátni az ő munkáját. És továbbra is több nagyjátékos is dolgozik a csapatunkban, mint ahogy én is. És te hogyan állsz mindeközben a tanulmányaiddal és a kézilabda mellett a munkával? Főállásban kézilabdázol most már? Eddig is főállásban kézilabdáztam, úgymond mellette heti 20 órában dolgozom, tehát a kézilabdán van egyértelműen a hangsúly. A tanulmányaimat befejeztem a Budapesti Corvinus Egyetemen, a nemzetközi tanulmányok szakot végeztem el sikeresen. Barna Ildikó vezetőedzőtök mennyire elégedett veled, és milyen perspektívát kínál és vázol fel előtted? Eddig pozitív visszajelzéseket kaptam tőle, tehát jelezte számomra, hogy felfelé ívelő fejlődéssel rendelkezem. Nyilván nem lehet hátradőlni, itt hetente kell készülni a fontos mérkőzésekre, és én elhivatott vagyok, hogy továbbra is meg tudjam állni a helyemet a mérkőzéseken. Valószínűleg el fognak válni az útjaink Ildikóval, mert nem kapom meg a megfelelő játék lehetőséget. Sajnálom, hogy nem tudunk tovább közösen dolgozni, de kénytelen vagyok proaktívan működni, és olyan csapatot keresni, ahol fog tudni megfelelő játékidőt kapni. Ez azt jelenti, hogy akkor a szezon végén váltanod kell. Milyen irányba, a folytatásnak milyen esélyei vannak, milyen képet látsz magad előtt? Maradni légiósként, maradni a Bundesligába, vagy hazatérni az itthon a világ legerősebb bajnokságának mondott NB1-be? Nyilván olyan csapatot fogok választani, ahol adottak a megfelelő feltételek, és el tudom érni a céljaimat. Több csapattal vagyok tárgyalásban jelen esetben, de még semmi konkrétum nincsen, tehát ez még a jövő zenéje.
Ilyen szempontból csak arra vagyok kíváncsi, hogy akkor nem zárható ki, és a tárgyalásai során külföldi csapatokkal és magyar csapatokkal is felvetted a kapcsolatot, és mind a két lehetőség nyitva áll? Igen, ezt jól értetted. Mind a két lehetőség nyitva áll. De térjünk vissza a Dortmundra, mert hát valamivel meg kell majd alapoznod a tovább lépést, és hát itt volt ez a bravúrokkal tel Leverkusen elleni mérkőzés. Már érett a helyzet, hogy ilyen fokú jó teljesítményt nyújtsál a kapuban? Folyamatosan készülök, és minden mérkőzésre úgy megyek le a csarnokba, hogy ma fogok játszani, és a legjobb formámat fogom nyújtani, mert szerintem enélkül a hozzáállás nélkül értelmetlen felmenni a pályára. Azonban vannak olyan mérkőzések, amikor a legjobb akarat ellenére sem sikerül a legjobb játékosnak sem azt a formát nyújtania. Ez most társult egy nagy adag szerencsével, egy remek védekezéssel előttem, és egy hosszú felkészüléssel. Játszunk el a gondolattal. Clara Wolteringet a feladatok a következő mérkőzésekre a családi farmra szólítják, és a hátralévő találkozókon neked kell a kapuba állni. A jelenlegi tudásodat, formádat és a csapatot látva, hát egy milyen, hány százalék körüli védési mutatóval lennél elégedett, hogyha most bedobnának folyamatosan a mély vízbe? Egy olyan folyamatos 45-50 százalék környéki védésen nagyon elégedett lennék. Ugye a szakemberek is mondják, hogyha egy kapus olyan 45 százalék felett tud teljesíteni, akkor ez az már nagyjából garantálja azt, hogy a csapat meg tudja nyerni a mérkőzést. Nyilván ehhez kellenek elől is a gólok, de átlagban ezzel már nagyon elégedett lennék. Anna-Mari, mennyire tartod magad kész kézilabda kapusnak? Tehát, hogyha mondjuk akár százalékot mondunk, egy fiatal kapusról beszélünk, ahhoz képest, amikor már úgy, persze mindig tanul minden sportoló, a jó sportember, de alapvetően, amikor az érettségnek és a tudásnak már olyan szintjén van, amire azt mondjuk, hogy 100% körül, és amire ugye persze rá lehet pakolni a 120-at meg a 136-at is. Te hol jársz most? Ez egy jó kérdés, én mondjuk egy Klarát nevezném egy 200%-nak, és ahogy mondtad, egy jó pap holtig tanult. Szerintem az edzés munkában ott már nagyon előre elől állok, viszont a játék tapasztalat és a játék rutin, ami hiányzik ilyen szempontból, de amikor felmegyek a pályára, nem ezeket a dolgokat erősítem magamban, hanem az, hogy teljes mértékben felkészültem az adott mérkőzésre. Nyilván ez az évek során fog összegyűlni olyan mértékűre, hogy esetlegesen azt lehessen mondani, hogy elértem a 150%-ot, de az a típus vagyok, aki szakadatlanul és rendületlenül tanul és fejlődik. Tehát hiába a diploma, hiába a civil élet lehetősége, makacsul, konokul, rendületlenül és kitartóan egy, hát mit mondjak, egy válogatott, egy magyar válogatott kézilabdakapu szeretnél lenni. Igen. Ez az egyértelmű. Ha most a te helyeden ott Clara Wolterink ülne, és megkérdezném tőle, hogy itt van a magyar kolléganőt Ferenczi Anna-Mária, mit tartasz a legelőnyösebb, a legjobb tulajdonságainak a kapuban, akkor szerinted mit mondana rólad? Nyilván ismered a véleményét. Igen, mondjuk a legjobb lenne, ha őt meg tudnánk kérdezni, de ez nem lehetséges. Szerintem az látja rajtam, hogy egyértelműen mindig tanulni akarok, és nagy a fejlődési vágyam, az, hogy gyorsan tudok adaptálódni bizonyos helyzetekre, és az, hogy szakadatlanul dolgozom, ezt a Clara is megköveteli saját magától, és így sem teszek másképpen az edzésen. Hát akkor jó munkát a továbbiakra, és aztán pedig jó klubválasztás neked. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, szia! Köszönöm szépen!